Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. 160 milliárd forint jut fejlesztésekre a következő években, melyek tervezését már megkezdte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Ezzel is foglalkozunk ma, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Lendületben Tiszalök. Számos fejlesztést előkészítettek 2023-ra. Stabil költségvetés, tervezi a fejlesztéseket a megyei önkormányzat. Fejlesztések Újfehértón, új piacot avattak és kerékpárút is újult meg. Nagy reményekkel vág neki 2023-nak Tiszalök önkormányzata. A város több mint 800 millió forintot már elnyert a jövő évi fejlesztésekre. 2022-ben számos új forrást is megpályáztak, jelenleg több mint 1 milliárd forint értékű pályázat várja az elbírálást. A tervek szerint a turisztikai fejlesztéseket is folytatják a holtág rehabilitációjával és tanösvények kialakításával. Sorra érték a megpróbáltatások Tiszalök önkormányzatát is 2022-ben. A polgármester azonban úgy fogalmazott, nincs más választásuk, mint túlélni. A villany és gázáremelkedés miatt intézményeket vagy legalább épületrészeket kellett bezárniuk, a dolgozókat pedig átcsoportosították a hivatalba. Így közel 2,5 millió forintot tudnak havonta megspórolni. Ez hosszú távon azonban nem fenntartható, kérdéses, hogy mit hoz majd a jövő. Ez a válság az év utolsó harmadára nyomta rá a bélyegét, évközben azonban tudott fejleszteni az önkormányzat. Van olyan, amit már nagyon rég benyújtottunk és nagyon rég megnyertünk, viszont sok minden más miatt kivitelezés ebben az évben kezdődött el, és remélhetőleg be is fog fejeződni. Ez az ipari parknak az infrastruktúrális fejlesztése. Ugye itt kellett kérnünk ráemelést kétszer is. Még van egy nagyon pici tétel, amit várunk, de gyakorlatilag egy fogadó épület és parkolók kivételével, ez egy néhány 10 millió forintos tétel, közel 800 millió forintos beruházás már nagyon a végén van, gyakorlatilag ott, hogy a kiépített utak és közművek után már csak az útpatkát kell befejezni, és ha ez megvan, és lezártuk, akkor nagyon nagy várakozással vagyunk, hogy lesznek-e érdeklődők, de konkrét vásárlási szándékkal természetesen ezt szeretnénk, befektetőket várunk. Tavasszal átadták az óvoda bővítéseként a bölcsődei épületrészt, az engedélyeztetések miatt azonban csak szeptembertől tudtak beköltözni a gyerekek. Fontos volt a több mint 80 millió forintos útfejlesztés is a településen, így nem csak biztonságossá, komfortosabbá is vált a város élete. Az előző fejlesztési ciklusban is maradt kis forrás, amit megnyertünk belterületi csapadékvízelvezetésre. Ez egy 357 millió forint körüli összeg. Hát itt már az utolsó műszaki tartalomegyeztetések folynak az államkincstárral, illetve az irányító hatósággal, és a közbeszerzés szakasza fog következni. Ez várhatóan következő évben fog megvalósulni. És az új pályázataink, amiket már január 14-én benyújtottunk, hármat benyújtottunk, abból három nyert, hál' Istennek. Egy óvoda bővítés, az egyik, az egy 210 millió forint környéki beruházás. Hát azt majd meglátjuk, hogy ez az összeg mire lesz elég, amire eljutunk odáig, hogy kivitelezés. Aztán energetikai típusú fejlesztés, ezt mindig nagyon fontosnak tartottuk a fenntarthatóság miatt. A családsegítő központunk és annak a óvodának, amit építünk, annak van egy nagy testvér, amihez építjük, és annak az energetikai felújítása, ez egy olyan 110 millió forintos fejlesztés. Benyújtottunk egy élhető település pályázatot, ez a sportcentrum és környezetének a teljes megújítása, ez egy félmilliárdos történet, ebből is jövőre lesz kivitelezés, és bent van még jó néhány pályázatunk, ami arra vár, hogy elbírálják, izgalommal várjuk a belterületi utas pályázatunk, az egy közel 200 millió forint, két gyűjtőútnak a teljes felújítása van benne. Egy régebben teleprogram néven futott, de most nevezzük szociális városrehabilitációs programnak. Ennek van egy soft elemes része, ez egy 100 milliós, ugye itt képzések, szemléletformálás és stb., és egy infrastruktúra fejlesztés, ez itt Tiszalöktörzs településen egy olyan területnek a hasznosítása, és a szegregátumból egy családnak a beköltöztetése, illetve a környezetének a teljes átalakítása, ami
ami fontos, sőt, munkáltatás is van beletervezve, zöldség termesztéssel kapcsolatos fejlesztések vannak még ebbe a csomagba. Ez egy 200 millió forint környéki. Aztán az egészségügyi központnak a csapadékvíz elvezető rendszerének a rekonstrukciója és villamos hálózatának a felújítása, és némi eszköz beszerzés. Hát ők egy olyan 100 millió forintot képviselnek. Egy népkonyhára nyújtottunk be pályázatot, építés és eszközök, az közel 390 millió forint. És egy turisztikai, top pluszos turisztikai fejlesztés, ugye mi az elsők között, vagy elsőként csináltuk meg az előző ciklusból a fejlesztésünket, és ezt bővítjük tovább, egy kicsit hangsúlyozva ki, terjesztjük még a tiszalöki kenyérgyári holtágra a fejlesztésnek egy bizonyos részét, szeretnénk csatlakozni a magának a holtág valamilyen szintű rehabilitációjához, tanösvény fejlesztéshez, illetve olyan típusú fejlesztés, ami a környezetvédelemmel, környezeti neveléssel kapcsolatos fejlesztések, meglévő lábasházaknak a funkcióval való ellátása. Úgyhogy sok minden bent van, de lehet, hogy még valamit ki is felejtettem. Persze ezek, ha megvalósulnak, nagyon szépek, viszont amit most kívánunk magunknak vagy magamnak, az az, hogy konszolidálódjon az a helyzet, ami magát a városnak a működtetését illeti. Úgyhogy ez a legnagyobb vágyásunk most így évvégén. Az elhangzott, hogy a top turisztikának az első periódusában gyakorlatilag Tiszalök az elsők között valósította meg a fejlesztéseket. Ezek mik voltak? Ennek három helyszíne volt. Az egyik a szabadvízi strand, a másik egy volt elhagyott napközi otthon épületének a teljes rekonstrukciója, illetve a szintén a holtágra koncentrált egy része. A strandon egyrészt a víz felületkezelése, a vízpart rendbetétele, a mozgáskorlátozottakra való tekintettel, és úgy általában a strandolókra való tekintettel egy olyan pallósor képítése, ami könnyebbé teszi a homokban a közlekedést, kis faházak, illetve olyan ülőhelyek és csapadék elleni, vagy eső ellenvédő cikkek, ahogy régen mondták, honvédségnél, amelyek biztosítják azt a feltételt, hogyha naptól el akarunk bújni, akkor tudok hová ülni. Ugye van lent a strandon minden szolgáltatás. Ez részben nekünk köszönhető, ebből a pályázatból fejlesztettük, tehát büfé, tisztálkodás feltételei adottak, és egy kiváló olyan környezet, ami minden szolgáltat. Van egy óriási nagy rendezvénysátrunk, amit az üzemeltető gyakorlatilag viszonylag jól szokott kihasználni. Vannak vízi eszközeink, amelyeket szívesen használnak az emberek, és hát még további ötletek vannak, amelyek az új pályázatban szerepelnek. Hát ehhez is nagyon sok pénz kell majd, meg rengeteg fantázia különben, és elsősorban nem is mi szoktuk kitalálni, hanem akik a javaslatot adják, akik üzemeltetést végzik, hiszen ők tapasztalják meg, hogy mi az, ami még kell, mi az, ami még hiányzik. És visszatérve akkor, hogy mi is, ami megvalósult, a régi napközi épületet felújítottuk teljes mértékben, gépészet, hőszigetelés, nyilázzárók, és egy környezetvédelmi nevelést biztosító hely alakult ki, ahol madárgyűrűzéstől kezdve sok mindent meg lehet csinálni. Bár maga madárgyűrűzésnek a folyamata az kint az arborétumban szokott általában, de nevelő jelleggel vannak benne számítógépek, olyan szoftver van, ami program, ami szintén gyerekeknek egyrészt játék, másrészt nevel. A strandon, illetve a holtágon, ott pedig horgászoknak alakítottunk ki olyan helyet, ahol két mozgáskorlátozott horgász helyet, kerékpártárolókat, és minden helyszínen napelemes kandellábereket telepítettünk. Tehát elég sok minden, és biztos, hogy ebből még ki is hagytam. Nagyon sokat jelentett, így utólag bebizonyosodott néhány év elteltével, hogy minél többet és jobbat tudunk szolgáltatni, annál többen jönnek. Érdekes módon a vendégek nagy része az Tiszalöktől
távolról érkezik. Ugye tudjuk, hogy van egy üdülő, sőt két üdülőegységünk, és az ország másik végéből is vannak tulajdonosok. És azok nagyon szívesen jönnek le a strandra, illetve a Holtágra is. Nagyon jó horgászvíz is különben a Holtág, úgyhogy a horgászok is nagyon kedvelik Tiszalököt. Minden évben cél, hogy ne csak a helyieket tartsa a településen az önkormányzat, hanem vonzóvá tegye mások számára is a várost. Több lábon kell, hogy álljon ez a város. Egyrészt a meglévő intézményhálózatot tudjuk biztonságon működtetni. Ehhez két dolog kell. Megfelelő feladatfinanszírozás az állam részéről, meg megfelelő saját bevétel, ami a különböző adókból jön be, akár a helyi adókból, akár az iparüzési adó. Ezek kell, hogy biztosítsák a működést. Remélem ez rendben lesz, bízok benne. A másik az a munkahelyek. Nagyon fontosnak tartom, hogy Tiszalökön akarjanak itt maradni az emberek. És esetenként lehet, hogy kevés az akarat meg a szándék, ha nincs munkahely. Azt elmondhatom, hogy jó néhány olyan tiszalöki kis és közepes vállalkozás van, akik nagyon nagy biztonsággal tudnak nyújtani munkát, feladatot, kiszámítható életet, bért, viszonylag jó béreket. Ilyen 15-20-30 embereket foglalkoztató cég jó néhány van már, és itt nem is a büntetés végrehajtás intézetről, meg a tiszalöki erőműről beszélek, hanem helyi tiszalöki vállalkozók, cégtulajdonosok. Tehát, hogy nekik valamilyen módon kedvezzünk, hogyan tudunk kedvezni, hogyha olyan megfelelő környezetet teremtünk, például ipari park, ahová tud fejleszteni. Jó néhány olyan vállalkozó van, aki érdeklődik, és bent vannak, bírálat alatt vannak ginopos pályázataik, vagy már nyert pályázataik vannak, és ezeket, hál' Istennek, igazi lokálpatrióta módon itt Tiszalökön szeretnék megvalósítani. Úgyhogy ez is egy vágyás vagy álom, hogy biztonsággal kimondhassam, hogy Tiszalökön alig vannak munkanélküliek. Tehát amúgy már most is ez majdnem igaz, hiszen a közszöli foglalkoztatásban már alig tudjuk feltölteni a egyre szűkülő keretet. És ez azt jelenti, hogy akik régen közszilúban voltak, akkor valamilyen módon mi tudtuk őket képezni, papírt adtunk a kezébe, ezáltal versenyképességük valamelyest növekedett, és már az elsődleges munkaerőpiacon dolgoznak. Van, aki már évek óta, és megállják a helyüket. Úgyhogy ez az egyik, illetve a második a munka és a jövedelem, és ebben nekünk is nagy szerepünk van. A harmadik pedig, amiről már az előbb is beszéltünk, ez pedig a természetes környezetünk, az a szépség, ami bennünket körülvesz, a Tisza, illetve Tisza-Tokaj közelsége, tehát a turisztika idegenforgalom. Itt nagyon nagy mozgások vannak, tehát jó néhányan gondoltak arra, hogy most már Tiszalökön érdemes befektetni, kialakítani apartmanokat, és szállást kínálni, hiszen megvannak már azok az attrakciók, akár Tiszalökön is közvetlenül, vagy a közelünkben, vagy vannak olyan szolgáltatások, amelyek összekötnek attrakciókat, Tokaj, Tiszalök, víziturizmus, nagyon, nagyon fontos. És hát ebben a turisztika idegenforgalomban akarunk még egy kicsit nyomulni, de nyilvánvaló, hogy ez az kell, hogy egy megfelelő alap legyen, amit szintén említettem, hogy a működés feltételei azok adva legyenek. Stabil költségvetéssel zárta a 2022-es évet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Feladatai között elsődleges a terület és településfejlesztés. Az előző uniós ciklusból finanszírozott fejlesztések végrehajtása hamarosan véget ér, közben pedig a következő időszakra jutó, mintegy 160 milliárd forint értékű fejlesztések megtervezése is zajlik már. Látogatóközpont épül itt, Harangodon. Ez a beruházás is topos, vagyis a terület és település fejlesztési operatív programból valósul meg. Az elmúlt uniós ciklusból származó támogatásból a megye számos településén történt, többek között infrastruktúrális fejlesztés. A program végrehajtása a végéhez közeledik. Ha százalékosan kellene meghatározni a megye önkormányzat feladatait, akkor ez 80-85%-ban valóban a topra, illetve a majdani top pluszra vonatkozik. A top végrehajtása a véghajrájában van, tehát az utolsó
olyan támogatási döntéseket hozzuk meg, amelyek még jövőre is érvényesek, hiszen költségnövekményt jelentkeznek nálunk a kedvezményezettek, elsősorban települési önkormányzatok, amelyeket a megyei önkormányzat minden esetben támogatott, és a jó döntéseinket igazolja, hogy az állami támogatások is megérkeznek aztán a kedvezményezettekhez, hogy a futó projektjeiket be tudják fejezni. Ugye ezek bölcsődei programok, oldalfelújítások, energetikai pályázatok, turisztikai célú pályázatoknak a megvalósítását jelentik. Ugye a TOP-nak az induló forráskerete 150 milliárd forint volt Nyíregyháza önkormányzatával együtt. Nem látjuk még a pontos számokat a végső teljesítés illetően, de ez jóval több, mint 160 milliárd forint lesz aztán a költségnövekményekkel együtt. Talán a 170 milliárdot is eléri, ezt majd a program végrehajtásakor látjuk. A TOP plusz forráskerete Nyíregyházával együtt 166 milliárd forint, tehát jóval több, mint a TOP-os induló forráskeret, amely 150 milliárd forint volt, de biztos vagyok benne, hogy itt is jelentős túlteljesítés következik majd be aztán a program zárásakor, amely 7 év múlva lesz esedékes. Ennek a tervezési folyamatait időben lezártuk, még a múlt évben, és ebben a hívben már döntéseket is tudtuk hozni. Két nagy ütemben több mint 160 milliárd forint kihelyezése megtörtént a települési önkormányzatok, illetve a kedvezményezettek felé, amelyek ugyancsak a TOP-ban már megismert fejlesztési, közösségi fejlesztéseket célozzák, kiegészítve komolyabb útfejlesztési forrásokkal, amelyek 16 milliárd forintot is meghaladnak, csapadék vízelvezetési támogatásokkal. Azt gondolom, hogy a jövő évben ezeket a fejlesztéseket is a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzat segítségével akár el tudják kezdeni. Minden beruházás fontos, és ezek alapvetően helyi fejlesztéseket takarnak, de hogy a magunk csatornájáról vagy a magunk házatájáról beszéljek, elkezdődhet jövőre a megyeházának az energetikai felújítása is. Erre gyertünk 750 millió forint adató forrás keretéből. Régóta esedékes ennek az épületnek a felújítása, most éppen a tető megújítása történik, nem topos forrásból, hanem kizárólag magyar állami forrásból. Jövőre viszont egy energetikai felújítást kezdhetünk el. Talán amikor a pályázatot beadtuk, nem tűnt még annyira vészesnek az energetikai helyzet, de a jó döntést igazolja, hogy most minden az energetikára szól, illetve az energia árakról szól. Tehát ennek a háznak a energetikai költsége is tízszeresére emelkedett az előző évhez képest, tehát valóban indokolt egy energetikai megújítása ennek a patinás városkép, sőt talán megye egészére kiható épületnek, ezt jövőre el tudjuk kezdeni. A megyei önkormányzat stabil költségvetéssel zár 2022-ben. A több mint 1 milliárd forintos főösszeg nagy része átfutó pályázatos tételekből áll. Az idei évi költségvetésben meghatározott feladataink szabályozott és kiszámítható rendben hajtottuk végre. A költségvetésünk több mint 10 év már stabil és biztos alapokon nyugszik, a szükséges feladatainkhoz szükséges forrás biztosítva van, mint saját bevételből, mint pedig az állami támogatásokból. Projektmenedzsmenti feladatokat is ellát a megyei önkormányzat a TOP programok keretében, illetve más egyéb feladatokban is. Kiszámítható és stabil gazdálkodásaik a megyei önkormányzatnál, tehát a kitűzött célokat sikerült elérni, talán még némi tartalék is keletkezett a következő évekre. A költségvetésünk főösszege nagyon soknak tűnhet, tehát meghaladja akár a 1 milliárd forintot is, viszont ez átfutó pályázati tételeket jelent, tehát valójában 3-400 millió forintos az a forrás, amiből a megyei önkormányzat a saját feladataihoz gazdálkodik. Vannak olyan programok, olyan átfutó tételek, például a magyar-román együttműködési program megvalósuló műemlékes felújítási programjaink, amik alapvetően műemléktemplomok felújítását jelentik, amelyek ugyan csak a véghajrájában vannak, amelyek miatt ez a költségvetés összeg nagyobbnak tűnik, de valójában nagyon takarékosan és átlátható módon gazdálkodik a megyei önkormányzat. A gazdaság élénkítés mellett a közösségépítésbe is fektet a megyei önkormányzat. Számos a helyi identitást erősítő programot bonyolítottak 2022-ben. Az identitás fejlesztési programunkat emelnénk ki ebben elsősorban. A Költségtévé is nagy részt vállalt ezekből a programokból.
Én azt gondolom, hogy a látogatói számok, az elért indikátor számok, a programokon résztvevők száma indokolja ennek a programoknak a sikerességét. Én mégis egy elemét emelnék ki most ebből. A megyei önkormányzat épületében is számos vendéget köszönthettünk, iskolás csoportokat, középiskolai, illetve általános iskolai csoportokat fogadhattunk, akik a megye történelmével, értékeivel, identitásával ismerkedhettek meg itt a megyeházán. Én úgy láttam a pedagógusokon, a diákokon, akikkel találkoztam, hogy sikeresek voltak ezek a programok, és valóban erősítették azt a célt, hogy a megyében élők elköteleződését a településükkel kapcsolatban, a megyével kapcsolatban, hogy miért fontos itt, vagy miért jó itt élni, és miért fontos ezeket a településeket élettel megtölteni, ezeket a célokat elérték ezek a programok. A februárban kitört háború óta ugye menekültek is érkeztek megyénkbe. Hogyan tudott, miben tudott segíteni a megyei önkormányzat a menekülteknek? Hogy vizsgázott ebben a megye? Összefogást hirdettünk a megyében is a menekült ügyben. Ugye a megyei önkormányzatnak közvetlen ebben feladatai nincsenek, de húsvétkor éppen egy nagyon fontos és gesztusértékű programot bonyolítottunk le több más szervezettel együtt, de a megyei önkormányzat is részt vett ebben. Egy húsvéti segélyakciót hirdettünk, és hát karácsonyra is igyekszünk felhívni a figyelmet, és itt is hirdettünk gyűjtést és segítségnyújtást más szervezetekkel együtt. Mégis elsősorban azt emelném ki, hogy a kárpátaljai önkormányzattal közös pályázati programokat bonyolítunk le változatlanul, tehát háborús helyzet ellenére, mint a geoszerzés programunk, amely klímapolitikai célokat tűzött ki, a klímavédelmet kiterjeszteli erre az egész régióra, nem csak a megyére, illetve ezzel kapcsolatos programot kellett készítenünk ennek a programnak a keretében, de hát amely a legjelentősebb programunk lesz, és reményeim szerint megvalósul, ez a Jánosiban építőt szilárd hulladék lerakó megépítése, amely ugyancsak fontos. Ezek azok a konkrét programok, amelyeket Kárpátaljába bonyolítunk, de a segélyezésben is nagyfokú jelenléte volt a megyei önkormányzatnak, és a települési önkormányzatok ebben ötösre, vagy csillagos ötösre vizsgáztak, különösen a határ mentén, illetve határ állomásokon elhelyezkedő települési önkormányzatok az első pillanatban összefogást hirdettek és összefogtak a menekültek megsegítése érdekében, és azóta is, ha bár a segélyszervezetek, az állami szervezetek is bekapcsolódtak ebbe a programba a segélyezésbe nyilvánvalóan, töretlen és minden elismerést megérdemel ez az összefogás a települési önkormányzatoknál, a megyében élők részéről is. Tényleg nagyon nagy empátiával fordultak a menekültek felé. Aki nagy része átutazott a megyén, sőt Magyarországon is, de azt gondolom, hogy jó tapasztalatokat, segítőkészséget tapasztaltak a megyében, Magyarországon a háborús helyzet után, és mindent tőlünk telhetőt megteszünk azok érdekében is, akik húzamosabb ideig, néhány hónapig, vagy akár több évig is, sőt, akár végezetesen is itt telepednek le. Én azt gondolom, hogy nagy a befogadási szándék a megye lakói részéről. A humanitárius válság mellett energiaválság is beköszöntött. Hogyan érinti az energiaválság a megyei önkormányzatot? Milyen megszorításokra van szükség? Hát a takarékosságra elsősorban, tehát a mi kollégáinknak is, rá is érvényes a 18 fokos átlaghőmérsékleteknek a biztosítása, ezt nagy fegyelemmel veszik tudomásul a mi kollégáink is. Más egyéb megtakarítási intézkedéseket is tettünk, a dísztermet például nem fűtjük rendszeresen, hanem csak alkalomszerűen. Van, ahol klímával fűtünk, ez olcsóbbnak tűnik, mint a központi fűtés igénybevétele, illetve az alkalmazkodás legfontosabb eszköze az a energetikai pályázat, aminek a jövőre leszünk a megvalósítási szakaszában, 750 millió forintot jelent, és tetőszigetelést, és az energetikai rendszer teljes megújítását, a fűtési rendszer teljes megújítását jelenti, amely mindván nem csak fűteni, hanem hűteni is tudja meg ezt a patinás épületet, reményeink szerint jövőre ezt a beruházást végre tudjuk hajtani. Melyek a legfontosabb jövő évre tervezett beruházások, ugye a már említett megyeháza épületének felújításán túl? Tehát melyek a legfontosabb beruházások, amelyek megvalósulhatnak 2023-ban?
települési önkormányzati fejlesztéseket tudnék sorolni, útfejlesztéseket, bölcsődei programokat, óvodai programokat, gazdaságfejlesztési programokat, amelyek változaton ipari-parki fejlesztéseket jelentenek, piacfejlesztéseket, piacbővítéseket jelentenek, csapadékvízelvezetési programokat jelentenek, de ami a megyei önkormányzat hatókörén túlmutató program, és remélhetőleg jövőre a tervezése befejeződik, ez a nyírség vízellátását, vízmegtartását segítő program, amely majd 3 milliárd forintos program elemmel elkezdődött a tervezési programmal, és remélhetőleg a megnyíló RFF forrásokból, illetve kohéziós alapokból el tudjuk kezdeni, ha nem is a jövő évben, a tervezés befejeződik reményeim szerint, de az követő években ennek a programnak a megvalósítását, amely klímavédelmi program elsősorban, és a nyírségvízellátását segíti a meglévő csatornákon keresztül, illetve új tavak, új vízzel borított területek létesítésével. Ez egy nagyon nagy hatású program, túlmutat a jövő évben is, de a jövő évben a tervezési folyamaton szeretnénk túl lenni, illetve továbbfejleszteni ezt a programot a keletnyírség és a délnyírség irányába, a Hajdúhátság irányába is. 5 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodott 2022-ben Újfehértó. A városban elkészült az új piac, felújították az egyik legforgalmasabb kerékpárutat, és megújult a temető ravatalozója is. A következő évben az úthálózat és a csapadékelvezető rendszer fejlesztése áll a középpontban. Épül majd egy hűtőház és raktárcsarnok, tavasszal pedig a futballcsapat új otthona is elkészül. Örültünk annak, hogy a COVID nehéz részén már túl van a város, és próbáltunk felélegezni, és nagy reményekkel vágtunk neki az idei évnek, hisz sok olyan dolog nem valósulhatott meg a COVID ideje alatt, amit elterveztünk. Aztán ugye bejött ez az év, ami ugye februárban kitört az orosz-ukrán háború, ami itt Szabolcs megyében azonnal éreztette hatását, hisz nagyon sok menekült jött át a megye határ, az ország határon, és próbált itt lehetőséget keresni, és Újfehértóra is érkeztek menekültek. Aztán az ezzel összefüggésben előjövő infláció és hasonló problémák miatt szintén nekünk is sajnos több tervünk meghiúsult, de azért igyekeztünk ennek ellenére ezt a lakosság felé nem közvetíteni, és hogy a lakosság ebből minél kevesebbet érezzen meg. Melyek azok a beruházások, amelyek megvalósultak 2022-ben? A legnagyobb ilyen beruházás az befejeződött a piacépítésünk, amelyet augusztus végén adtunk át, és novemberben tudtunk megnyitni. Ez egy nagyon fontos beruházás volt az itt élő és környéken élőknek. Aztán ez uniós pályázatból volt, kormányzati támogatásból fel tudtuk újítani a város egyik legforgalmasabb kerékpárútját, ami már nagyon régen várt erre, ami szintén nagyon fontos volt a városlakók szempontjából, illetve saját adóbevételeinkből útfelújításokat is végeztünk, valamint ami az idősebb korosztályt nagyon érzékeny érint, és nagyon sok városlakót, az a temetőnknek az állapota. Sajnos temetőre ekkora nagyságú település nem tud pályázni, hiszen a Magyar Falu programban nem szerepelünk, és egyéb forrásokból pályázati forrás nem volt a temetőfelújítás, hogy ezt saját forrásból egy elég komoly fejlesztést csináltunk a köztemetőnkben. Nyár végén szembesülni kellett az az önkormányzatoknak, hogy az energiaárak drasztikusan megemelkednek. Milyen hatással volt ez a város életére? Nekünk is újra kellett gombolni a kabátot. Mi is megnéztük azt, hogy melyik intézmény működésében tudunk esetlegesen spórolással vagy kiadáscsökkentéssel élni. Ezeket a lépéseket meghoztuk, és folyamatosan figyeljük a fogyasztásokat, és nézzük még a lehetőségeket, hogy mint tudunk spórolni. Ugye a kultúra az mindenütt elsősorban a kultúrát és a sportot érték a negatív hatások. Mi a kultúra területén a műfáz működését áthelyeztük, tehát egy olyan épületbe költöztettük őket, ami egyébként is fűtve van, hisz óvoda is van abban az épületegységben. A sportcsarnokot, illetve az uszodát, hogy ez egy komplexum, egy közös fogyasztási helyel. Itt gondolkoztunk, hogy most mit csináljunk, de én úgy gondolom, hogy a sportra szükség van, a mozgásra szükség van, hisz az embereknek kis kikapcsolódás, illetve az egészséges életmódhoz ez hozzátartozik, és az uszodát és a sportcsarnokot nem zártuk be. Ott köszönjük szépen Magyarország kormányának, hogy egy 14 millió forintos támogatással hozzájárultak az uszoda rezsiköltségeihez. Nyíregyházi vízilabda egyesület is kijött hozzánk, amikor a nyíregyházi uszoda bezárt, úgyhogy már érezzük is a hatását, hisz a
múlt hónapban az úszodánk rekord látogatottságot könyveltette el a vízilabdásokon kívül, tehát akik Nyíregyházáról kijöttek az úszoda bezárásakor, azoknak egy jelentős része itt maradt nálunk, amit köszönünk, és ez is egy komoly bevétel növekedés jelentett az intézménynél. 2022-ben mekkora költségvetése volt a városnak, és milyen költségvetése terveznek 2023-ra? 22-ben 5 milliárd forint körüli volt a költségvetésünk főszeg, ugye ebbe több pályázat is benne volt. Jövő évben még vannak futó pályázataink, amelyeket szeretnénk megvalósítani. Van egy kerékpárútfejlesztési projekt, ami ebben az évben egy picit döcögött, hisz engedélyeket kellett beszereznünk, ami nem egy-két hónap sajnos, de ez tavasszal új erőre kap, és a kora tavasszal befejeződik, ami egy topos pályázat volt, illetve van még egy olyan topos pályázatunk, ami jelenleg közbeszerzési eljárás alatt van. Ez egy hűtőház és raktárcsarnok építésére kaptunk pályázatot, aminek a megvalósítását szintén szeretnénk jövő tavasszal elkezdeni, és nyár elejére be is fejezni. És ugyan nem önkormányzati beruházás, de nagyon fontos a város életében ez a futballpálya, ami épül itt kormányzati támogatásból. Itt is volt egy kis csúszás a nyár folyamán, de most ez is új lendületet kapott, és tavasszal bízom benne, hogy a nagyon sikeresen szereplő focistáink, akik igazi kuriózum szerintem, hogy 15 meccset idegenben játszottak, és első helyen állnak a megyei bajnokságban, bízunk benne, hogy a tavasszal minél hamarabb az igazi saját környezetükben tudnak majd futballozni. Hogy néz ki majd összegszerűen a jövő évi költségvetés? Még a központi költségvetés is újratervezés alatt van jelenleg, amikor az interjú készül. Ennek számai alapján tudunk majd tervezni, de nagyon fontos és legnagyobb tétel az a működésre fog menni. Fejlesztésekben vannak olyan adóbevételeink, amelyeket kifejezetten fejlesztésre kell fordítani, de megnézzük azokat a lehetőségeket, hogy a új város legnagyobb problémáját jelentő úthálózatunkat miből tudjuk még kicsit javítani, hisz 56 olyan utcája van a városnak, amely jelenleg nem rendelkezik szilárd útburkolattal. Ez sajnos az elmúlt évtizedek öröksége, ezen próbálunk javítani, illetve a csapadékvizeletető rendszert próbáljuk majd még fejleszteni, illetve nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy rendezvényeket is tartsunk, hisz a lakosságnak a Covid két éves bezárása után igénye van arra, hogy helyben is tudjon szórakozni, ne kelljen több kilométert, vagy akár több száz kilométert utazni ahhoz, hogy kikapcsolódhasson. Újfehértó két nagyváros, Nyíregyháza és Debrecen között fekszik. Hogyan alakul a lakosság száma, a lélekszám és a foglalkoztatás? Találnak itt helyben munkát az itt élő? Újfehértó, régen azt mondták, hogy átok, hogy Nyíregyháza és Debrecen között van, én most már azt mondanám, hogy áldás, hisz az utóbbi időben megjelentek olyan érdeklődők a városban, akik szeretnének Újfehértóra ipart telepíteni. Sajnos, el kell, hogy mondjam, Újfehértó talán az egyetlen város az országban, amelyeknek nincs ipari parkja, és ugye nem, korábban ezt nem tartották fontosnak, hogy ipari park létesüljön a városban. Sajnos földterületünk se sok van, hisz a megye legnagyobb külterületével rendelkező település a Újfehértó, ami 14 ezer hektárt jelent. Hát ennek még az egy ezreléke sincs az önkormányzat tulajdonában a külterületen, úgyhogy most próbáljuk azt a keveset, ami van, hasznosítani, de bízom benne, hogy a jövő év folyamán munkahelyteremtő beruházásokról is be tudunk majd számolni, és ezzel is tudjuk a helyi foglalkoztatást javítani. Újfehértón dolgos emberek élnek, tehát a munkanélküliség az nagyon minimális, közfoglalkoztatásban is nagyon kevés ember dolgozik, hisz mindenki megtalálja a helyét az elsődleges munkaerőpiacon, viszont nagyon sokan szeretnének felhagyni az ingázással, ezért lenne az fontos, hogy helyben legyen munkaerő, munkalehetőség, ezen fogunk dolgozni a jövő évben, hogy helybe hozzuk a munkaerőt, munkalehetőséget, és a dolgozóknak ne kelljen annyit ingázni. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!